Az első világháború frontjain harcoló katonák mindennapjai elevenednek meg azon a bemutatón, amellyel a Hadtörténeti Múzeum munkatársai készültek a székesfehérvári királyi napok idejére. A Szent István Király Múzeum rendház épületének díszudvarán megtekinthetőek egyebek mellett személyes emléktárgyak, levelek, korabeli fotók és fegyverek is. Az első világháborús felszerelések bemutatom meg egy nagyobb válogatást. Ennek része a katonák felszerelése, fegyverzete, illetve a mindennapi élet tárgya is. Ez a katonaláda arra utal, hogy tényleg az ő hétköznapi tárgyaik, személyes és eszközeik is bemutatásra kerülnek. Hidvégi András elmondta, egy-egy ilyen múzeum pedagógiai foglalkozás segíthet közelebb hozni a látogatókhoz a katonák mindennapos nehézségeit, a harcok alatt megtapasztalt körülményeket. Az első világháborúban ez a lövészárok hadviselés alakult ki, ami egy ilyen nagyon sajátos légkört teremtett. A katonák hosszú hónapokig voltak az árkokban, és így a felszerelésük, tárgyaik és a személyes életük is átalakult. Ennek a nyomasztó létnek az emlékei jelennek meg ebben. Persze ennek vannak viccesebb formái is, akár kártya, vagy egy-egy személyes tárgyformátumban, képeslapok formájában, illetve tényleg ezek a praktikus dolgok, amik az ottani léthez segítették, a konzervek, az élelmezés, a folyadék, kulacsok, ilyen tárgyakat is bemutatunk. A foglalkozást legközelebb augusztus 18-án vasárnap rendezik meg a díszudvarban, délelőtt 10-től este 6 óráig.